Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus. Eminenciás bíboros úr, excellenciás érsek és püspök urak, főtisztelendő atyák, nagykövet hölgyek és urak, megtiszteltetés, hogy itt állhatok most önök előtt, hogy más helyhatározót ne használjak. Megtiszteltetés, hogy felkértek erre a rövid előadásra, és ha megengedik, akkor a keresztény külpolitikáról szeretnék beszélni, a magyar kormány keresztény alapokon álló külpolitikájáról, és annak legfontosabb aktuális döntéseiről. De mielőtt erre szeretnék térni, szeretném elmondani önöknek azt, hogy Magyarország kormánya folyamatosan figyeli azokat a nagy horderejű és elképesztő sebességű változásokat, amelyek manapság formálják a világunkat, és amely elképesztő sebességű és mélységű változások a világ teljes gazdasági, politikai és katonai átrendeződéséhez vezettek. Mert hogy nap mint nap figyelhetjük egyes térségek gazdasági összeomlását, más térségek elképesztő gyorsaságú gazdasági felemelkedését. Szinte nap mint nap jönnek hírek a világ különböző pontjairól, erőszakos politikai hatalomátvételekről, és azt látjuk, hogy sokszor korábban elképzelhetetlen mértékű, dermesztő és brutális erőszak üti fel a fejét a világ különböző pontjain. És ha megnézzük ezeket a változásokat, akkor azt látjuk, hogy ezek a változások ahelyett, hogy lassulnának és egy általánosan beálló új világrendet eredményeznének, azt látjuk, hogy ezek a változások egyre gyorsulnak és egyre őrültebb tempóra váltanak. És ebben a helyzetben szerintem fontos a szembenézés a valósággal, fontos az, hogy nevén nevezzük a dolgokat, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor helytelen lesz a helyzetértékelésünk, és egészen biztosan rossz válaszokat fogunk adni. Ami lehet, hogy egy darabig egy kényelmes hozzáállás, de a végeredmény szempontjából egészen biztosan végzetes lenne. És én azt gondolom, hogy nem szabad szépíteni a helyzetet. Világossá kell tenni, hogy a most zajló változások olyan kihívások elé állítják a világot, amelyekre a világ nincsen felkészülve, mert nem lehet felkészülve. És azt is világossá kell tenni, hogy a világot ért legsúlyosabb kihívásokra mind a mai napig nem tudtunk választ adni. Ezért ezeknek a válaszoknak a keresése igenis fontos feladata és felelőssége a világ vezetőinek. Legyenek azok politikai vagy egyházi vezetők. És ha felteszünk magunknak egy teljesen egyszerű és bántóan logikus kérdést, ami úgy szól, hogy mi lesz akkor, ha nem találjuk meg rövid időn belül a válaszokat a világot érő kihívásokra, akkor egy ilyen személyiségekkel felvonuló egyházi konferenciához méltatlanul profán és egyszerű választ kell adnunk. Mert a válasz az úgy szól, profánul és egyszerűen, hogy ha nem találjuk meg gyorsan a válaszokat, akkor nagyon nagy baj lesz. És ezt szó szerint kell érteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ne dugjuk homokba a fejünket, különböző geopolitikai, társadalmi és világpolitikai, világgazdasági változások odáig vezettek, hogy szélsőséges eszmék és brutális ideológiák által vezérelt ördögi erők állnak harcban a világgal, és a terror eszközével fenyegetik a velük egyet nem értőket. És ami még talán ennél is nagyobb baj, hogy úgy látszik, hogy vannak, akik ezt a kihívást egyelőre nem értik meg, de legalábbis nem kezelik a súlyánál. A helyzet ugyanis az, hogy nem elég az, hogy a világon már sajnos megszokott válsággócok alakultak ki, hanem ezek mellett olyan konfliktus zónák jöttek létre, és olyan helyeken törtek ki, meg súlyosbodtak háborúk, illetve háborús konfliktusok, ahol azokat egyáltalán nem vártuk volna. És már az is egyértelművé vált, hogy egy általános, brutális és könyörtelen támadás érte a mi értékrendünket, a mi értékvilágunkat, mondhatnánk azt, hogy a mi civilizációnkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, excellenciás és eminenciás urak,
A terrorizmus előretörése Európában már a valóság, és nem egy távolban lévő jövőbeni fenyegetés, hanem valóság. Párizs és Koppenhága után talán hosszasan nem kell érvelni ezen kijelentés mellett. És azt is látjuk, hogy a nyugati értékközösséghez tartozó ember áll támadás alatt, a nyugati értékközösséghez tartozó ember szabadsága és életformája áll támadás alatt, amely most már a hétköznapjaink biztonságát is fenyegeti. Ezért aztán egyetértve a nemzetközi koalícióban résztvevő barátainkkal világossá kell tenni, hogy az iszlám államot, mint veszélyforrást komolyan kell venni. Hiszen az komoly katonai fenyegetés jelent nem csak a térség országai számára, nem csak a közel-keleti barátaink számára, nem csak az észak-afrikai barátaink számára, hanem komoly fenyegetés jelent most már egész Európa számára is. És egy olyan struktúrával állunk itt szemben, amely szélsőséges ideológiájára alapozva követel magának hatalmat a világban, és célja elérése érdekében nem fél bármilyen kegyetlen módszerhez is nyúlni. Most ebben az esetben, tisztelt hölgyeim és uraim, nekünk európaiaknak a legszorosabban kell összefogni a közel-keleti és észak-afrikai barátainkkal. Mert hogyha mi nem fogunk össze, akkor egészen biztosan nem fogunk megoldást találni az iszlám állam jelentette kihívásokra. És ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy megfutamodni, megijedni semmiképpen sem szabad. Számba kell venni természetesen a fenyegetéseket, számba kell venni a jövőbeni kockázatokat, de megijedni és megfutamodni nem szabad. Hideg fejjel kell értelmezni a helyzetet, felmérni a lehetőségeket, és így kell megfogalmazni a válaszokat. Magyarország kormánya, tisztelt hölgyeim és uraim, nem dugja homokba a fejét, külpolitikájában nevén nevezi a dolgokat, még akkor is, hogyha ezzel támadások sorát vonja magára, és Magyarország kormánya tudatában van azon felelősségének, hogy részt kell vállalnia azon döntésekben, melyek nyomán a világ választ adhat az alapvető kihívásokra. Én magam annó a Bencés gimnáziumban azt tanultam Győrben, hogy nekünk, keresztény embereknek részt kell vennünk a minket körülvevő világ jobbá alakításában. Nekünk ebben felelősségünk van. És én azt gondolom, hogy Magyarország külpolitikája is pontosan ezt a szemléletet tükrözi. Magyarországnak felelőssége, igenis felelőssége van abban, hogy a minket körülvevő világot érő kihívásokra közösen tudjunk válaszokat adni. Magyarország kormánya ezért keresztény külpolitikát folytat. És annak, hogy keresztény külpolitikát folytatunk, ennek különös jelentősége van akkor, amikor rendkívül súlyos kihívások érik az országunkat, rendkívül súlyos kihívások érik Európát, súlyos kihívások érik a kereszténységet, és nem túlzás azt állítani, hogy súlyos kihívások érik a magát, a civilizált világot is. Külpolitikán kiinduló pontja keresztény Európa és keresztény Magyarország. És tudjuk, hogy ilyen kihívásokkal terhelt világban csak akkor tudunk sikeres külpolitikát folytatni, hogyha azt a külpolitikát egy stabil értékrendre alapozzuk. És akkor lehetünk sikeresek, és akkor juthatunk át a legnehezebb helyzeteken, a hitből és a keresztény értékekből mindenkor erőt tudunk meríteni. Keresztény külpolitikánk 5 sarokpontját szeretném röviden ismertetni önökkel. Először is a keresztény értékrenden alapuló külpolitikánk komoly felelősséget visel a világban élő keresztény közösségekért. Főleg akkor, hogyha ezeket a keresztény közösségeket üldöztetés éri. És sajnos az a helyzet, be kell látnunk, hogy sok keresztény testvérünket üldöznek a világban, és sok keresztény testvérünknek kellett az életével fizetnie pusztán a hitük miatt, és sajnos már a nem túlzás kijelenteni az sem, hogy a kereszténység a világ legüldözöttebb vallásává vált. És ebből fakadóan nekünk, keresztény országoknak, keresztény külpolitikát folytató országoknak és magának a keresztény Európának is felelőssége van, hogy erre a kihívásra választ tudjon adni. Mi, a magyar kormány mindig fel fogjuk emelni a szavunkat akkor, hogyha a keresztény közösségek ellen támadás, brutális támadás kerül megvalósításra, és hogyha bárhol a világon fenyegetés éri a keresztény közösségeket, akkor nekünk a keresztény szolidaritás talaján állva ott van a helyünk, hogy megvédjük őket. Legutóbb éppen a kenyai terrorakcióval kapcsolatban tettük újra világossá, hogy Magyarország kormánya az erőszak és a terrorizmus minden formáját visszautasítja, és pontosan az ilyen események mutatnak rá újra és újra, hogy a világban egyre nő a terrorfenyegetettség. Tisztelt hölgyeim és uraim,
Eminenciás bíboros úr, excellenciás érsek és püspök urak, főtisztelendő atyák! A béke megteremtése és a stabilitás fenntartása a Közel-Keleten a magyar külpolitika egyik legfontosabb célkitűzése. Ezért a értékrendünkkel szemben indított támadás visszaverésében a magyar álláspontja szerint Magyarországnak kötelessége részt venni. Ugyanis, hogyha egy értékközösséghez tartozunk, és egy értékközösséget átfogó brutális támadásért, ott a helyünk, hogy részt vegyünk ezen brutális támadás visszaverésében. És ez egy olyan kötelezettség, aminek nem szavakban, meg hangoskodással kell megfelelni, hanem döntésekkel és valós tettekkel. Ezért is Magyarország kormánya arra tett javaslatot az országgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy Magyarország katonákat küldjön az iszlám állam elleni harcba, ahol a magyar katonák őrzésvédelmi és biztosítási funkciók ellátásával fognak hozzájárulni reményeink szerint a parlament döntése, pozitív döntése esetén az iszlám állam elleni harc sikeréhez. Ezzel a döntéssel tehát tettekben is meg tudunk felelni a nyugati értékközösséghez való tartozásból fakadó kötelezettségeinknek. Ugyanakkor ezen keresztény megalapozottságát mutatja a külpolitikánknak az, hogy amikor például 21 kopt keresztényt fejeztek le, akkor mi voltunk az elsők, akik ott voltunk segíteni, és arra utasítottam a külügyminisztériumot, hogy 500 eurónyi pénzügyi támogatást nyújtsunk minden családnak, ahol elvesztették az egyetlen keresőt, 500 eurónyi segítséggel legyünk ott mi annak érdekében, hogy ezek a családok valamifajta önálló egzisztenciát tudjanak felépíteni. És ugyanígy a keresztény szolidaritásból, a keresztény felelősségtudatból adódik az, hogy felvállaltuk az Európai Unióban, a külügyek tanácsában Erbil érsekének kérését arra vonatkozólag, hogy az erbili érsekség által ellátott otthonuk elhagyására kényszerített és üldözött keresztények ellátásának finanszírozását az Európai Unió néhány hónapra vegye át. Reméljük, hogy a Szentszékkel való együttműködésünk és az Európai Unióban lévő barátainkkal való együttműködésünk sikeres lesz ebben a tekintetben. Harmadik pontként szeretném elmondani önöknek, hogy a keresztény-magyar külpolitika sajátja a magyar közösségekért vállalt felelősség is. Ezért tesszük mindig világossá, hogy Ukrajnában számunkra az egyetlen elfogadható megoldás az a békés megoldás. Ezért is része külpolitikánknak az Ukrajnának nyújtott segítség folyamatos fenntartása. Ezért folyósítottunk 100 millió forintnyi segélyt a belső menekültek ellátásához, és ezért támogatjuk 340 millió forinttal a kárpátaljai megyei intézmények működését. Humanitárius akcióinkban pedig mindig, minden alkalommal arra törekszünk, hogyha van rá mód, akkor ezen humanitárius tevékenységünket egyházi szervezetekkel végezzük közösen. Nem csak keresztény alapon gondolom ezt helyesnek, hanem racionális alapon is, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a keresztény szervezetekkel és egyházi szervezetekkel folytatott humanitárius akciók mindig a leghatékonyabbak. Ezért is üdvözöltük és vagyunk hálásak azért, hogy a Kárpátalján kialakult súlyos helyzet miatt az idei esztendő március 15-én országos gyűjtés rendezett a katolikus egyház. Negyedik pontként szeretném elmondani önöknek, hogy a keresztény külpolitika jegyében Magyarország soha semmilyen körülmények között sem mond le egyetlen egy állampolgáráról sem. Bárhol kerüljenek magyar emberek veszélybe, mi mindig ott vagyunk, hogy segítsünk nekik. És tudják, ez is mutatja, hogy a külpolitika egy összetett dolog, és nem lehet egyszerű mérőszámokkal mérni a sikerességét, mert van, ahol a segítséget az jelenti egy bajba került magyar esetében, hogyha hazahozzuk, de van olyan eset, amikor az jelenti a segítséget egy bajba került magyar esetében, hogy segítünk neki ott maradni, ahol éppen van. Ezért dolgozunk azért, hogy a Jemenben rekedt magyarokat a háborús övezetből minél előbb kiszabadítsuk. Közülük 30-at már evakuálni tudtunk, a többiek evakuálásán dolgozunk. Sajnos folyamatosan nő a számuk azoknak, akiket ki kell hoznunk, a helyzet romlásával egyre többen jelentkeznek. Jelenleg 14 olyan magyar állampolgárról tudunk, akiknek az evakuálását még meg kell oldanunk. Jemenből folyamatosan tárgyalunk arról, hogy hogyan tudunk ennek a kötelezettségünknek megfelelni. De van olyan eset, amikor éppen abban kell segíteni, hogy valaki ott tudjon maradni, ahol éppen van. Nemrégiben éppen a külügyminisztérium szinte teljes apparátusát átmozgatta az a feladat, hogy egy értelmi sérült hölgy családi körülmények között tudja élni az életét továbbra is Svédországban. Úgy tűnik, hogy némi nem teljesen klasszikus külpolitikai feladatok elvégzése után sikerült talán ezen keresztényi kötelezettségünknek is megfelelnünk. Végezetül pedig
Megköszönve a figyelmüket, szeretném önöknek elmondani, hogy vallásdiplomáciai feladatainkat, bármennyire kiváló államtitkár is áll ezen feladatok élén, nem tudnánk sikeresen elvégezni akkor, hogyha az egyházak folyamatos támogatását nem tudnánk magunk mellett. A Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatainak helyreállítása 1990-ben annak a jele volt, hogy Magyarország újra elfoglalta a helyét formálisan is abban az értékközösségben, amelyhez több mint 1000 éve mindig is tartozott. És a Szentszéknek hálával tartozunk azért, hogy Magyarországon mindkét embertelen diktatúra idején rendíthetetlenül képviselte azokat az értékeket, amelyek az emberséget jelentették, az emberséget jelentik az embertelenségben. És a Szentszék hűségesen és kitartóan képviseli az örök értékeket és igazságokat. A kérdés az, hogy készek vagyunk-e odafigyelni ezekre, vagy pedig figyelmen kívül hagyjuk azokat. 25 évvel ezelőtt Magyarország véglegesen állást foglalt ebben a kérdésben, és a diplomáciai kapcsolatok helyreállításával kinyilvánította, hogy jövője építésekor mindenképpen figyelembe veszi a Szentszék által képviselt örök értékeket. A Szentszék által adott útmutatások, valamint János Pál Benedek és Ferenc pápa megnyilatkozásai segítséget jelentenek nekünk abban, hogy élhető és fenntartható jövőt teremtsünk Európában és azon belül Magyarországon is. Tisztelettel kérem önöket, akik a magyarországi egyházakat vezetik, hogy imáik mellett, amelyekért mindig hálásak vagyunk, továbbra is legyenek segítségünkre abban, hogy ebben a meglehetősen nehéz kihívásokkal terhelt világban a keresztény külpolitikánkat sikerre tudjuk vinni valamennyi magyar ember, és hiszem azt, hogy valamennyi keresztény ember érdekében. Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget, hogy önök előtt szólhattam, és köszönöm szépen a figyelmüket is.